Országosan több mint 1,1 millió szülő csökkentette adólapját 2016-ban családi adókedvezménnyel. Így 212 milliárd forint maradt a családoknál tavaly, 17 milliárddal több, mint 2015-ben. A megyében is egyre többen élnek a kedvezménnyel, itt is jelentős növekedés figyelhető meg, mind az igénylők, mind pedig a megtakarítások tekintetében. A 2016-os adóévre vonatkozóan itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 68 ezer adózó vette igénybe a családi adókedvezménynek a lehetőségét. Ez azt jelentette, hogy a családok zsebében körülbelül 10,5 milliárd forint maradt az idejében. Ez körülbelül 1,5 milliárd forinttal több, mint az előző években. A családi adókedvezményt igénylőknél csökkenés figyelhető meg az egygyerekes szülők esetében, viszont megugrott a 2, 3, illetve több gyerekes szülők száma. A két gyerekeseké az egész országban 40 ezerrel, a három vagy több gyermekeseké pedig 11 ezerrel nőtt. A családi adókedvezményt érvényesítőknél egy gyerek esetén havonta 10 ezer forinttal több marad a családi kasszában, míg kettő eltartott esetén 15 ezer, három vagy annál több eltartott esetén pedig 33 ezer forinttal gazdálkodhattak egy hónapban többel a szülők. Akkor sincs gond, ha valaki elfelejtette bevallásában érvényesíteni a kedvezményt. Az ugyanis nem veszik el. Természetesen azok sem maradnak le a családi kedvezmény érvényesítéséről, akik esetlegesen nem a havi jövedelmükben, vagy nem is a bevallásukban érvényesítették. Hogyha valaki szeretné ezt megtenni, mert lemaradt mindkét esetről, akkor hogyha benyújtja azon ellenőrzést az EBEV oldalunkon, a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, akkor természetesen megteheti és érvényesítheti ezt a családi kedvezményt. Ha valaki az előző években sem nyújtotta be a családi adókedvezményre az igényét, holott jogosult volt rá, akkor azt legfeljebb 5 évre visszamenőleg megteheti.